Nagy szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, akik elfogadták meghívásunkat, és eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek a pannonhalmi bencés szerzetes közösséggel Cyril főapát úr beiktatásának napján, Szent Benedek atyánk ünnepén. És néhány szóval szeretném ismertetni a liturgia menetét, illetve a liturgiával kapcsolatos néhány kérésünket. A Szent Mise a szokásos módon kezdődik Asztrik főapát úr vezetésével, egészen az ige liturgia végéig, a homiliáig a szokásos módon zajlik minden. Az apát benedikálás szertartása a homília után következik, azt Asztrik főapát úr vezeti, és az apát benedikálás szertartása alatt végig mindannyian állunk. A szertartás elején a Szent Lelket hívjuk, a Veni Creator ősi himnusz éneklésével. Itt a páratlan verszakokat a kántorok fogják énekelni, a páros verszakokat pedig az egész gyülekezet. A Cyril atya főapáti kinevezését tartalmazó pápai bulla felolvasása következik ezután, amelynek elhangoztával együtt mondjuk mindannyian, Istennek legyen hála. Ezután Asztrik főapát úr kérdéseire válaszolva Cyril főapát úr ígéretei következnek. Ezután a minden szentek litániáját énekeljük, az égi egyház köztük a pannonhalmi monostor számára különösen is fontos szentek oltalmát és közbenjárását kérjük az új főapát számára, aki az oltár elé borulva fejezi ki teljes önátadását. A minden szentek litániája alatt is mindannyian állunk. Ezután következik az apát benedikálás központi mozzanata, az áldó ima, amelyet Asztrik főapát úr kitárt karral végez az előtte térdeplő Cyril atya fölött. Az áldás után Asztrik főapát úr átadja Cyril atyának az apáti jelvényeket, a regulát, a gyűrűt, valamint a pásztorbotot. Ez az a pont, amelytől fogva Cyril atya, Cyril főapát úr fogja vezetni a liturgiát, Asztrik főapát úr átadja neki a helyét. A benedikálás szertartásának az utolsó mozzanataként Cyril főapát úr békecsókot vált a leköszönő Asztrik főapát úrral, majd az oltárt körülálló pannonhalmi szerzetes közösséggel, végül pedig a jelenlévő püspökökkel és apátokkal. Az istentisztelet ezután az eukarisztikus liturgiával folytatódik, a felajánlással, a szokásos módon. Az eukarisztikus adományok előkészítése alatt hagyományosan pénzadományt is gyűjtünk. Az itt összegyűjtött pénzösszeget szerzetes közösségünk a karácsfalvi Sztojka Sándor görögkatolikus líceum számára ajánlja föl, ez Pannonhalma, a pannonhalmi bencés gimnázium testvériskolája Kárpátalján. A 2003-ban alapított iskola a kárpátaljai görögkatolikus ifjúság középfokú oktatására, egybegyűjtésére és támogatására vállalkozott. Örömmel köszöntjük körünkben a líceum diákjait és tanárait képviselő intézményvezető Tóth Jenő atyát, valamint a lelkivezető Pülszer Roland atyát és Magyar Vitát, aki a líceum igazgató nője. A liturgiával kapcsolatosan van még néhány kérésünk, azt kérjük, hogy a kedves testvérek akkor álljanak föl, amikor a szerzetes közösség is áll, tehát a mozgásukkal kövessék a szerzetes közösség mozgását. Alapvetően állunk az apát benedikálás szertartása, valamint az eukarisztikus ima alatt is végig. Áldoztatásra több helyen kerül sor, fönt a szentélyben, itt a plánum előtt, valamint a torony alatt két helyen, illetve a könyvtárban négy helyen lesz lehetőség áldozni. Pannonhalmán a liturgiákon két szín alatt áldozunk, aki kézbe szeretne áldozni, az a szokásos módon a tenyerében fogadja a szent testet,
majd maga mártsa be a kehelybe, természetesen szájba is lehet áldozni. A liturgia végén arra kérünk mindenkit, hogy várjuk meg az elhangzó orgonadarab végét, ezután induljunk el, és itt a népbejárón, valamint a Porta Speciosán távozva, először a ruhatárban menjünk, onnan vegyük fel a kabátjainkat, majd a házon, a főlépcsőházon keresztül a monostor udvarára menjünk át, diákok lesznek segítségünkre a tájékozódásban, és a főkapun keresztül a tornacsarnokba mindenki menjen át, a tornacsarnok hídján át, ott folytatódik majd a ünnepi együttlét a fogadással. Szeretettel kérünk mindenkit, hogy a mobiltelefonját most ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva, és ha nem, akkor feltétlenül kapcsolja ki. Illetve szeretnénk még elmondani, hogy a apát benedikálásról filmfelvétel is készül, illetve egy fotóművész barátunkat kértünk meg, hogy fotózzon, ezért ezzel ne legyen senkinek se gondja, ezeket a fotókat majd mindenki megkaphatja, és majd mindenki láthatja, így nem kell fotózással a figyelmünket elterelni, hanem teljesen a liturgiának adhatjuk át magunkat. Köszönöm szépen a figyelmet!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem és békesség legyen minnyájatokkal Isten szent egyházában. És a te lelkeddel. Bíboros Prímás úr, nunciatúrai ügyvivő úr, érsek és püspök urak, a testvér egyházak képviselői, Prímás apát úr, apát urak, szerzetes elöljárók, atyák, testvérek és nővérek. Volt köztársasági elnök úr, miniszterelnök helyettes úr, nagykövet urak, államtitkár és helyettes államtitkár urak, országgyűlési képviselő urak, polgármester asszonyok és urak, cégvezető asszonyok és urak, munkatársaink, partnereink, rokonok, egykori és mostani diákjaink, barátaink. Minden kedves testvérünk, aki itt, akár a főkönyvtárban és a díszteremben vannak, és azok is, akik internet révén vannak közösségben velünk ebben az órában. Testvéri szeretettel és újongó örömmel köszöntöm mindannyiótokat, Szent Benedek atyánk, Európa védőszentjének főünnepén. Szent Márton monostora alapításának milléniumi évében a bazilika új bronzkapujára az elmúlt ezer esztendő ismeretében és az előttünk álló új évezredek kihívásai közepette Misericordias Domini in eternum cantabo, az Úr irgalmasságát mindörökké éneklem, Zsoltár verset írtuk. Kedves testvéreim, ma is az Úr irgalmát és irántunk való jóságát ünnepeljük, amikor Magyar Bencés kongregációnk a főmonostor Szent Márton monostorának 87. apátját, Cirill főapát urat benedikálhatjuk. Örvendező és reményteli szívvel kérem rá Isten áldását, adom át neki a pásztorbotot, a vezetést, hiszen megbízható munkatársa volt az Úr Krisztusnak és apátjának is az elmúlt évtizedekben. Mindannyiunk nevében kívánom, a lélek vezesse őt, hogy imádsága és munkája révén kongregációnk, monostorunk, általuk pedig Isten vándorló magyar népe az evangélium vezetésével járja az üdvösség útját. Most ünneplésünk kezdetén, testvéreim, valljuk meg, mindannyian rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi is méltók lehessünk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunk az Istenhez. Irgalmazzon nékünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Kyrie
Istenünk, te Szent Benedek atyánkat eltöltötted fiad lelkével, és az evangéliumi tökéletesség kiváló mesterévé tetted. Add meg nekünk, akik dicsőséges égi születésnapját ünnepeljük, hogy szereteted útján járjunk, és földi életünk után eljussunk örök dicsőségedbe. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes első könyvéből. Az Úr így szólt Ábrámhoz. Vonulj ki földetről, rokonságot köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki. Ez az Isten igéje. Még titek az élet világosságot,
lelkőt és benne bízható, megszabadít titeket minden bajtól. Tekintsetek rá, és arcotok felhagyom, és nem borítja szégyen többé. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Jóságotok legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel van. Semmiért se aggódjatok, hanem minden körülmények között imádság és könyörgés által hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami nemes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, azaz, ami kiváló és dicséretes, arra figyeljetek. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt tegyétek, és veletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A
Abban az időben Jézus égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak értük járok közben, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek majd bennem. Legyenek mindannyian egyé annak erejében, ahogy te, Atyám, bennem vagy, és én te benned. Ők is legyenek bennünk, hogy elhiggye a világ, te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én bennük, és te bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és hogy úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ teremtése előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és ő én bennük. Ezek az evangélium igéi. My dear Archabbot Cyril, today marks a new chapter in your life, in the life of your community, and in the lives of all whom you serve. The Archabbey of Pannonhalma holds a significant place in the life of the people of Hungary. Your community has been a pillar of strength for centuries, and your witness of the Benedictine values of a love of God's word, stability, continual conversion of heart, hospitality, and love of God and neighbor have touched the lives of many people through the centuries. Kedves Cyril főapát! Ma életed új fejezete kezdődik. Új fejezete lesz ez a szerzetes közösségednek, és minden olyan embernek az életében is, akiket szolgálsz. A pannonhalmi főapátság fontos helyet tölt be Magyarország életében. Ez a közösség századokon át erős bástya volt. Századokon át annyi sok embernek számtalan alkalommal tett tanúságot, a bencés értékekről, az Isten igéjéhez való ragaszkodásról, az álhatatosságról, a szüntelen megtérésről, a vendégszeretetről, Isten és a fele barát szeretetéről. Your beautiful Archabbey Basilica, your school, your library, your grounds, and your archives are testimonies to your Christian and Catholic faith and your service to the people of Hungary. Ez a csodálatos bazilika, az iskola, a könyvtár, az apátság egésze, a levéltár, mind keresztény és katolikus hitetekről tanúskodnak, és arról a szolgálatról, amelyet Pannonhalma Magyarországért végez. Today, there are many people who share in the joy of this occasion, and we must not fail to acknowledge
the generous and wholehearted service of Archabbot and Bishop Astrick, who has led this community for the last 27 years with generosity of spirit and true devotion to his community and to all the people entrusted to his care. I have certainly witnessed this myself. Ma, ezen az ünnepi alkalmon igen számosan osztoznak örömötökben. És mindehhez hozzá tartozik az az önzetlen és őszinte szívből jövő szolgálat, amellyel Astrick főapát vezette ezt a közösséget 27 éven át. Mindig nagy lelkűen és igaz ragaszkodással a közösséghez és azokhoz az emberekhez, akikhez a szolgálata szólította. Hálás vagyok, hogy ezt én magam is megtapasztalhattam. The scriptures which we have just heard give us a backdrop for understanding the spiritual meaning of this celebration. In the dialogues of St. Gregory the Great, this great pastor of the church, he draws lines of connection between the life of St. Benedict and many biblical persons. A szentírási szakaszok, amelyeket az imént hallottunk, nagyon jól megvilágítják a mai ünneplésünk hátterét. Nagyszent Gergely, ez a kiváló lelkipásztor pápa, a dialógusok könyvében Szent Benedek életét bibliai szereplők történeteivel állítja párhuzamba. Saint Gregory sees Saint Benedict as someone very much like Abraham, as God called Abraham to a new path of life, so did God call and inspire the young man Benedict to depart from a life that was very familiar to him and to set out on a new journey. Abraham stands as a model of faith, having heard God's word. He acted on it and trusted that God would fulfill the promise he had given him. Gergely pápa Szent Benedekben például ott látja Ábrahámot. Ahogy Isten meghívja Ábrahámot az ismeretlen jövőbe, Isten ugyanígy szólította Benedeket is, hogy hagyja ott jól megszokott életét és keljen útra. Ábrahám a hit ősképe, aki meghallotta Isten szólítását, és aszerint is cselekedett, mert hitte, hogy Isten hűséges lesz majd ígéretéhez. Through your community, Archabbot Cyril, God has called you to a new life of humble service, spiritual leadership, and fatherly compassion. Like Abraham and Saint Benedict, this will be a new experience of faith and trust for you. Your witness of fidelity to the monastic life will be the most important source of teaching for your community. Clearly, your brother monks have seen this virtue of faith in you. In times of uncertainty and challenge, look to God to be your true source of strength, and he will not disappoint you. Kedves Cyril főapát, ezen a közösségen keresztül Isten most téged szólított, hogy kezdj egy új életet, a másik ember előtt meghajoló szolgálat, a lelki vezetés és az apai együttérzés új életét. Akárcsak egykor Ábrahám és Benedek, a hitnek és a bizalomnak az új mélységeit tapasztalod meg majd te is. Közösséged számára a legfontosabb tanítás a szerzetes élethez való hűséges ragaszkodásod lesz. Testvéreid már megtapasztalták benned hited szilárdságát. A kétségek és a kihívások közepette ne vedd le szemed Istenről, minden erő forrásáról, mert ő hűséges.
Then, in the words of St. Paul, he writes about something that lies at the heart of Benedictine life. In fact, a motto for every monk, and especially for an abbot. Peace, shalom, pax. Szent Pál, amikor erről ír, a bencés élet lényegét fogalmazza meg, ezt a mottót adva minden szerzetesnek, és különösen is az apátnak. Béke, shalom, pax. Using strong language, St. Paul writes that this distinctive peace of God is something that surpasses all understanding. Here, St. Paul is speaking about peace as neither a lack of conflict nor a divergence of opinions. But in the biblical sense, St. Paul tells us to do everything that will foster and strengthen the well-being of body, mind, and spirit, which is peace. This is the biblical meaning of peace. Keményen fogalmaz Pál apostol, amikor arról ír, hogy ez a béke, a magától Istentől eredő béke, fölülmúl minden értelmet. Szent Pál nem arról a békéről beszél, amely egyszerűen csak a konfliktusnak, vagy a nézetkülönbségnek a hiánya. Szent Pál arról szól, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a béke átjárja és megerősítse a testünket, az értelmünket, a lelkünket. Ez a bibliai értelemben vett béke. And peace is something an abbot must strive to build in his monastic community. Peace is a gift of God, and we are given that gift by our baptism and our monastic profession. But it must be nurtured, cultivated, and promoted within the community, first by the abbot and also by all the monks. Disputes must be resolved, independence must be converted to interdependence, and kindness, gentleness, compassion, forgiveness, tolerance, patience, and fraternal love must all work together to create this ambiance of peace within the community. Az apát feladata pontosan ennek a békének a szolgálata a monostorban. A béke Isten ajándéka, amelyet ingyenesen kapunk a keresztségben és a szerzetesi fogadalom tételkor. De ez a béke megerősítésre, gondozásra, táplálásra szorul a közösségben. Elsősorban az apát szolgálatával, de minden szerzetes révén is. A vitákat fel kell tudni oldani, a függetlenséget át kell tudnunk formálni egymásra való ráhagyatkozássá. A kedvességnek, a tapintatnak, az együttérzésnek, a megbocsátásnak, a türelemnek és a testvéri szeretetnek mind az a közös céljuk, hogy a közösségben létrejöhessen a béke. When this peace is alive and well within the community, it flows out to all who come to this very special monastery to pray, to be silent, to reflect, and to be taught, and to be nourished spiritually. We can never stop striving for this peace to be a part of our common life, for our own growth in holiness. Importantly, when there is peace in this household of prayer, peace can be offered as a gift to all who come to spend time among you, whether in your school, your guest house, or your inspiring basilica. Ha ez a béke elevenen munkál a közösségben, akkor az ki is fog áradni mindenkire, aki csak ellátogat az imádságnak és a csendnek erre a különleges helyére,
ahová annyian eljönnek, hogy megerősödjenek lélekben. Sosem adhatjuk föl, hogy ez a békére való törekvésünk ne legyen közösségi és személyes növekedésünk középpontjában. Ha béke uralkodik az imádságnak ezen a helyén, akkor a legnagyobb ajándékot adhatjátok azoknak, akik veletek tartanak az úton. A békét adhatjátok tovább az iskolában, a vendégek fogadásakor és ebben a nagyszerű templomban. The evangelist John tells us that the prayer of Jesus appeals to God to give us a share in his glory. When we think of the word glory, our minds move to thoughts of splendor, greatness, grandeur, brilliance, and exaltation. But the scriptures tell us something much deeper and also very personal. Remember the words of Jesus after the resurrection. Did not the Christ have to suffer these things so as to enter into his glory? János evangélista arról beszél, hogy Jézus azért imádkozik Istenhez, hogy nekünk részünk legyen az ő dicsőségében. Amikor erre a szóra gondolunk, dicsőség, olyan dolgok jutnak eszünkbe, mint a csillogás, a nagyság, a kiválóság, a felmagasztalás. Az írásokban azonban a dicsőség más, mélyebb és személyesebb. Emlékezzünk csak Jézusnak a feltámadás után mondott szavaira. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe. The Bible tells us that glory is something significantly more than splendor. Truly, the experience of glory that Jesus speaks of tells us that it is a passage, a pilgrimage in life, a path to follow through the sufferings of this life, lived in patience, kindness, compassion, forgiveness, and self-sacrifice. That we come then to the fullest and final gift of glory. It is the Paschal mystery. A Biblia szerint a dicsőség lényegesen különbözik a kiválóságtól. Jézus tanúsága szerint a dicsőség nem más, mint egy út, egy zarándoklat, egy olyan ösvény, amely az élet megannyi szenvedésén keresztül vezet. A türelemmel, odafigyeléssel, együttérzéssel, megbocsátással és önátadással végigjárt élet útja, amely elvezet a teljes és végső, ajándékként megélt dicsőségre. Valójában ez a húsvét szent titka. It is the Paschal mystery. Through suffering, we come to healing. Through sacrifice, we come to new experiences of life and blessing. And in the end, by our death, we come to eternal life. In this way, our life becomes redemptive for others whom we serve, and importantly, for one another in the monastic community. Valójában húsvét szent titka ez. A szenvedésen keresztül gyógyuláshoz, az áldozaton keresztül az élet és az áldás eddig soha nem látott valóságához, s végső soron a halálunkon át az örök életre eljutni. Így lehet életünk mások számára is megváltás, a megváltás eszköze, akár a szolgálatunk munkaterületein, de kivált kép a szerzetesi közösségben egymás számára. Dear Abbot Cyril, it will be your great challenge and work of fatherly care to lead your community and its members through the experience of the Paschal mystery. And in your own life and responsibilities as Archabbot of this community,
You will live the Paschal mystery yourself. Your consolation and your strength will be to know that Jesus Christ has first led the way. He is the pioneer of our salvation. Kedves Cyril főapát, te most azelőtt a kihívás és munka előtt állsz, hogy közösségedet és annak minden tagját végigvezest a húsvét szent titkának ösvényén. Főapátként számos felelősséget közepette, neked magadnak is át kell élned ezt a titkot. Vigaszod és erősséged az lesz, hogy tudod, Jézus már kitaposta előttünk ezt az utat. Ő a mi üdvösségünk szerzője és beteljesítője. When Saint Benedict writes, let us prefer nothing whatever to Christ, that is his command and his promise that we must live the Paschal mystery with faith. And if we can do that, we can be assured of the gift of eternal life. Truly, we come to the monastery to die to ourselves, so that we can live for Christ and for others. As you live this yourself, you will show your brothers in community how this path of Paschal living leads to eternal life. Amikor Szent Benedek azt köti a szívünkre, hogy Krisztusnak semmit elébe ne tegyünk, valójában arra int és buzdít minket, hogy tartsunk ki hittel a húsvét ösvényén, amely az örök életre vezet. Hiszen azért jöttünk a monostorba, hogy meghalljunk önmagunknak, és így teljesen Krisztusnak és a másikért tudjunk élni. Saját életed példája fogja leginkább bátorítani testvéreidet, hogy miként vezet húsvét titka a dicsőségbe. With your abbatial blessing this day, you are given the Church's blessing upon your ministry and your service. As you listen to the Holy Spirit and allow yourself to be guided by the Word of God, you will know the blessings that God gives to all those who faithfully seek to follow Him. Az apáti áldással, amelyben ma részesülsz, az egyház adja áldását erre a szolgálatodra. Ahogy a Szentlélekre figyelsz, amint hagyod, hogy Isten igéje vezessen, megérzed majd, hogy ez az áldás kíséri mindazokat, akik hűséggel kitartanak Krisztus követésében. May God's strength be your strength, and may the fruits of your spiritual labors bring blessings to this monastic community, to all whom you serve, and to the good people of Hungary. Legyen hát Isten ereje a te erősséged is, hogy apáti szolgálatod gyümölcsöt hozzon, és így az áldás kiáradjon erre a közösségre, a rád bízottakra és Magyarország egész népére. Amen.
Főapátor. Itt áll Hortobágyi Ciril atya, a pannonhalmi főapátság szerzetese. Szerzetes közösségünk őt választotta meg Szent Márton monostor 87. apátjának. A főmonostori konvent nevében kérlek, szolgáltasd ki neki az áldást, amely apáti tisztsége végzéséhez szükséges. Szabályos volt-e Ciril atya megválasztása? A főmonostori konvent nevében tanúsítom, hogy szabályos volt. Istennek legyen hála! Megvan-e az apád benedikáláshoz szükséges pápai jóváhagyás? Igen, megvan. Kérem, olvassátok fel. Franciscus, episcopus servus servum Dei. Dileto filio Cirilu Tome Hortobagi. Ordine Santi Benedetti Sodali. Archiabatiae territoriali Santi Martini in Monte Pannonie Actenus Priori. Eius Dei Archiabati Ordinario Constituito Saluten et Benedict Apostolican benedizione. Ferenc püspök, Isten szolgáinak szolgája, kedves fiának, Hortobágyi Tamás Cirilnek, Szent Benedek rendje tagjának, a Szent Mártonról nevezett pannonhalmi területi főapátság eddigi perjelének, ugyanazon főapátság kinevezett főapátjának és ordinárjusának üdvözletét és apostoli áldását küldi. Amint imádságban, rendítetetlen lelkülettel, szemeit és kezeit folytonosan az ég felé emelve, Szent Márton soha meg nem pihent, és ahogyan ez Szent Benedek, valamint évszázadokon át számos szerzetes és szerzetesnő is tette, épp így szükséges a mikorunkban is, hogy a kegyes imádságnak
és az isteni titok szemlélésének szentelt élet az egész földkerekségen virágozzék és bőséges gyümölcsöt teremjen. Ezért gondos figyelemmel kísérjük mindazokat a monostorokat, ahol ezt a kegyelmi ajándékot ápolják, gondot viselve szükségleteikre. Most tehát, hogy a Szent Mártonról elnevezett pannonhalmi területi főapátságban főtisztelendő várszegi Imre Asztrik, címzetes kuluzsi püspök testvérünk lemondása miatt a főapáti és ordináriusi szék megüresedett, szükségessé vált, hogy a főapátság atyává és őrzőjévé olyan valakit nevezzünk ki, aki buzgósággal irányítja azt. Így téged, kedves fiam, aki te monostor káptalanja szabályosan apátjává választott, alkalmasnak ítélünk a fent nevezett helyi egyház kormányzására. Ezért meghallgatva a püspöki kongregáció véleményét, legfőbb apostoli hatalmunkkal fogva a monostor káptalanjának jogszerű módon lezajlott választását megerősítve, kinevezünk téged a pannonhalmi Szent Márton területi főapátság ordinárius főapátjává, mindazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, mely döntéseid megvalósításához és teljesítéséhez szükségesek. Mielőtt azonban átveszed a hivatalt, hitvallást és hűségesküt kell tenned nekünk és utódainknak. A továbbiakat illetően, kedves fiam, búzítunk, hogy Szent Márton és Szent Benedek közbenjárásával a gondjaidra bízottakat életed példájával, szavaiddal és éber figyelemmel igyekez vezetni, hogy a lelki küzdelmekben imádságra emelt kezük soha ne lankodjék. Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2018. esztendejében, február 16-án, pápaságunk 5. évében, Ferenc pápa. Szent szeretetjeink tanítása arra figyelmeztet minket, hogy gondosan meg kell vizsgálni azt a testvért, akit Krisztus helyetteseként apátnak és pásztornak választottak meg. A lélek-lelkek irányításának feladatához különleges készségek és erkölcsök szükségesek. Ezért kérdezlek meg most téged, szeretett testvérem. Akarod-e szerzetesi fogadalmaidat őrizni, Szent Benedek atyánk reguláját megtartani, és testvéreid Isten szeretetére, az evangéliumi életre és testvéri szeretetre bátorítani? Akarom. Akarod-e szerzetesi életalakításoddal, példáddal és tanításoddal, inkább tetteiddel, mint szavaiddal, testvéreidnek megmutatni az élet útját? Akarom. Akarod-e testvéreidet Istenhez vezetni a rád bízott lelkek üdvösségét, soha el nem hanyagolva? Akarom. Akarod-e a gondjaidra bízott monostor javait jó családapaként hűségesen őrizni, bölcsen gazdálkodva velük a testvérek, a vendégek és a szegények javára?
Akarom. Ígérsz-e hűséget, engedelmességet és tiszteletet az Anyaszentegyháznak, valamint a római pápának és utódainak? Ígérek. Akarod-e szolgatásaiddal a papokkal és a diákonusokkal Isten szent népét jóságos atyamódjára gondozni és az üdvösség útjára vezetni? Akarom. Akarod-e az eltévedt juhokat a jó pásztorként megkeresni és az Úr nyájába visszavinni? Akarom. Akarsz-e szüntelenül könyörögni a mindenható Istenhez az ő szent népéért, és a pásztori hivatásban fedhetetlenül munkálkodni? Akarok. Adja meg neked az Úr mindezeket a javakat, halmozzon el áldásával, és őrizzen meg mindörökké. Amen. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenünkhöz, a mindenható Úrhoz, hogy szolgálját Cirill szerzetest, akit testvéreinek vezetésére választott, árassz el kegyelmének bőségével. Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Szűz Mária, Isten Szent Angyalhó, könyörögjetek érettünk. Keresztelő Szent János, könyörög érettünk. Szent József, könyörög érettünk. Szent Péter és Pál apostol, könyörögjetek érettünk. Szent András apostol, könyörög érettünk. Szent János apostol, könyörög érettünk. Szent Tamás apostol, könyörög. Szent Mária Magdolna, könyörög érettünk. Szent István vértanú, könyörög érettünk. Szent Ignác vértanú, könyörög érettünk. Szent Lőrinc vértanú, vértanú, könyörög érettünk. Szent Szabina vértanú, könyörög érettünk. Szent Mauricius és vértanú társai, könyörögjetek érettünk. Szent Gergely pápa,
Kérünk téged, hallgass meg minket.
egyesek életét és működését az emberiség szolgálatába állítsa. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy az evangéliumi tanácsok minden követőjét egyre jobban bekapcsold a megváltás művébe. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minket szent szolgálatodban megerősítsél és megtartsál. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy Ciril megválasztott apátunkat megáldjad és megsegíts. Kérünk téged, hallgass meg minket, Jézus az élő Isten fia. Kérünk téged, hallgass meg minket, Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket, Krisztus, hallgass meg minket. Mi Urunk, mindenható Istenünk, mindenható Atyánk, Te egyszülött fiadat küldted a világba, hogy az embereknek szolgálja, és jó pásztorként életét adja nyájának juhaiért. Áld meg és szenteld meg Cirill szolgádat, e közösségnek megválasztott apátját, és add meg néki, hogy példás életével méltó legyen a névre, amelyen szólítják, és tanításával üdvösen vegyítse a lelkekbe az Isten igazságosság kovászát. Add, Urunk, hogy emlékezzék arra, mi nehéz szolgálatot vállal, hogy mi súlyos a lelkek vezetésének és a sokféle emberek szolgálatának terhe, és hogy szolgálatra hivatott, s nem arra, hogy uralkodjék másokon. A te sugallataidra ezért fáradhatatlanul figyeljen, és minden szorgalmával és bölcsességgel azon igyekezzék, hogy a rábízott juhok közül senkit el ne veszítsen. Úgy vezessen és rendezzen el az övéi között mindent, hogy Krisztus és a testvérek iránti szeretetben együtt előre haladva, mindannyian tágos és szabad szívvel siessenek szent parancsaidnak útján. Árazd rá lelked bőséges adományait, fölséges Istenünk, hogy szüntelenül fáradozzék a munkában, amelyet a te dicsőségedért és egyházad javára végez, testvéreit pedig szünet nélkül buzdítsa. Az Úr Krisztusnak semmit elébe ne tegyen, a testvéreket is csak erre oktassa, hogy amikor az Úr a végső nagy napja eljön, velük együtt elnyerhesse országodnak jutalmát.
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Vedd a szent atyáinktól ránk hagyományozott regulát. Vezesd a regula szerint testvéreidet, akiket az Isten rád bízott. Ehhez adjon neked erőt az Úr, aki megkönyörül emberi törékenységünkön. Vedd a gyűrűt, a hűség jelét. Az Úr adjon neked erőt, hogy szerzetes családodat megőrizd a testvéri szeretetben. Kedves Cirill főapát úr, 27 évvel ezelőtt András főapát úrtól vettem át ezt a botot. Fogadd Szent Márton monostorának irányítására az apáti botot. Isten szent lelke segítsen, hogy atyaként és testvérként szolgáld ennek a monostornak a szerzeteseit. Tudd, hogy mindannyian számadással tartozunk az Úrnak a munkánk végeztével. Isten adjon sok örömet és boldogságot mindennek ellenére az apáti szolgálat.
Oh,
Urunk Istenünk, őszinte buzgósággal mutatjuk be neked ezeket az adományokat. Szent Benedek atyánk közbenjárása legyen segítségünkre, hogy magunkat megtagadva részesei lehessünk Krisztus szenvedésének és örök dicsőségének, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Ölelünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mindig úr és igazságos. Mert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert Szent Benedek atyánkat te árasztottad el fiat kegyelmének nagy fényével. Ő Krisztus szeretetének elébe nem tehet semmit, magát és fiait az örök király szolgálatára szentelte. Őt tündöklő csodái és példás élete által a szerzetes élet jelet mesterévé tetted, hogy az imádság és az erények útján valóban téged keressenek az emberek, és a nekek készített égi jókat. És ezért a te bűkezőséged csodás ajándékait együtt áldva, az angyalok seregével egy kórusban a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül valljuk. Oh.
Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quad occasum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut hic munera quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato hic mysteria celebramus. Ipse enim inquo nocte tradebatur, accipit panem et tibi gratias agens benedixi, pregidit litque discipulis suis dices, accipit et manducat ex hoc omnis, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixi, neditve discipulis suis dices, accipit et bibit ex eo omnis, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur, in remissionem peccatorum. O facite in meam commemoratione. Íme hitünk szent titka, hol álmodat hirdetjük, Urunk, és hitre halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Memoris igitur, Domine, eiusem filii tui saluti peri passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in cielo, sed et praestolantis alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentis, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tui, et egnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut bi corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consecri valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Sancto Martino, Sancto Patre nostro Benedicto, Sancto Stefano, Sancto Adalberto et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ec hostia nostri reconciliationis proficiat, quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem.
Ecclesiam tuam peregrinantem in terra in fide et caritate firmare digniris, cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, et Archiabate nostro Cirillo, cum episcopali ordine, et universo clero, cum monacorum et monacarum grege, et omni populo acquisitionis tui. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti ad esto propitius, omnes filius tuos ubique dispersos, tibi, clemens pater, miseratus coniunge. Patres nostras defunctus, et omnes qui tibi placentes et hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitter, ubi fures speramus, ut simul gloria tua per enita satiemur per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom elő, hanem csak egy szóval mond, és megtudod az Thank you.
Deus meus, renunciavi et exaudisti mi. Dulce mi justificationis tuas. Tu mandasti, mandata tua. Yeah, man.
Atyám, és könyörülj rajtam. Ennyi szívem gyötrelmét, szorongatásomból ments ki engem, s bocsáss meg minden bűnömet. Féljétek az Urat minden szentjei, adományokkal lépjetek eléje, szűkölködnek a gazdagok és éheznek, de az igazak nincs járja semmi jóban. Isten kegyelét akarok, amely Jézus Krisztus este, s italol vérét kívánok, a szándék legyen támaszom, mert Uram, benned bízom. Szabadítsd meg, Urunk, Istenünk, minden nyomorúságából választott népet. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Isten kenyerét akarok, amely Jézus Krisztus teste, italul vérét kívánok, védelmező Istenünk, te kincs.
kell a templomodba jobbni kell, mint bármely másik ezer. Jobb Istenem házának küszöbén állni, mint a bűnösök sátrában lakni. Mivel az Úristen nap és védő bajs, kegyelmet ad és dicsőséget, nem tagad meg semmi jót azoknak, akik tiszta szívvel élnek. Seregek Ura és Istenem, boldog az az ember, aki benned találja erejét, aki te benned bízik. Thank you.
Urunk, Szent Benedek atyánk, kegyelmed erejéből a szent útra valóval megerősítve jutott el hozzád. Közbenjárására add, hogy örömmel járjunk parancsaid útján, és az örök élet felé törekedjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be. Bíboros úr, nunciai ügyvidő úr, érsek úr, püspök urak, társegyházak képviselői, Rímás apát úr, apát urak, szerzetes előjárók, plébános urak, atyák, testvérek, nővérek, volt köztársasági elnök úr, miniszterelnök helyettes úr, az Alkotmánybíróság elnök ura, nagykövet urak, államtitkár és helyettes államtitkár urak, országgyűlési képviselő urak, polgármester urak és asszonyok, partnereink, munkatársaink, rokonaim, egykori és mostani diákjaink, barátaink, kedves jelenlévők mindannyian. Nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtátok meghívásunkat a mai napra, a rossz idő ellenére is. A hála azoknak is szól, akik a könyvtárban kivetítőn keresztül kapcsolódnak be az ünneplésbe. A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be. Nem elitista nagyképűség ez a mondat, hanem egy nemrég elhunyt öreg szerzetes élettapasztalata, víziója a küldetésünkről. Hiszen nagyszerű küldetésünk van nekünk szerzeteseknek. Isten országát építhetjük az egyházban, a társadalomban. De ez a küldetés nem csak a miénk, hanem minden hívő megkeresztelt emberé, a tiétek mindannyiótoké, akik itt jelen vagytok, vagy akik online követitek ezt a liturgiát. Hiszem, hogy a család, a munkahely, az iskola, a monostor, a püspökség, a plébánia, a minisztérium, a hivatal, a vállalat, mind-mind meghívás, lehetőség arra, hogy a világ azon pici vagy éppen nagyobb részét, ahol élünk, ideálisan, ideálisabban rendezzük be az evangélium értékrendje szerint. Sikerülhet ez egyáltalán? Van erre remény? A Néresheimi Bencés apátságban élő öreg szerzetes barátom még kisgyermek volt 1945-ben, amikor családjával együtt Zsámbékról kitelepítették, írt nekem a napokban. És szinte most is látom a huncut mosolyát, amivel írhatta azt a pár sort. Cirill, most, hogy apát lettél, jó, ha tudod. Az apát ne legyen se túl jámbor, se túl okos, se túl egészséges. Ó, válaszoltam neki, azért jó, pannonhalmi rendtársaim ezt tudták, amikor engem választottak, mi több megtoldották még egyel, ne ő legyen a legfiatalabb. De miért is? Milyen bölcsesség húzódik meg a humor mögött? Azért ne legyen ő a leg-leg-leg, írja, hogy tudjon együtt érezni a testvérekkel. Hiszen a szerzetes küldetése sohasem egy személyes feladat. Úgy gondolom, hogy az életünk nem egy személyes feladat. Hiszem, hogy együttérzésben, minden tag összehangolt együttműködésében, egymást támogató, egymást összefogó egyetértésben tudunk a nagyszerű küldetésünkből megvalósítani valamit. Mi keresztények Isten országát építeni, azaz földünkön a rabló gazdálkodást és a nyomasztó környezeti terhelést kezelni, társadalmunk az emberiség nagy konfliktusait a kibékülés felé vinni, csak minden jó akaratú emberrel összefogva leszünk képesek. Nem fog sikerülni elkülönülésben, elszigetelődésben. Legyen az vallási, felekezeti, bőrszín szerinti, nemzeti vagy bármiféle elkülönülés. Az összefogás fontosságát fejezik ki jelenlétükkel a testvéregyházak képviselői. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Az együttérzés Ferenc pápa központi üzenete is. Isten irgalmas jóságában együtt érez velünk, mondja. És ebben az elfogadó, együttérző szeretetben belül épít fel bennünket az Isten. Képessé tesz követésére, szolgálatára, Isten országának az építésére.
Kedves mindannyian, nagyon hálás vagyok a Jóistennek hivatásomért, mindazért, amit tőle szüleim és húgom által kaptam. Ők már nem lehetnek itt, de hiszem, hogy az égben együtt örülnek velünk. És valamiképp pótolják őket rokonaim, akik itt vannak, és a szülőfalumból, Makláról és Nagytájáról jelenlévők. Hálás vagyok az Istennek, amit tőle kaptam, tanáraim által, itt a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban. Nagyon örülök, hogy itt lehet egykori osztályfőnököm, Félix atya. Én is tanár vagyok, 1989 óta tanítok ebben az iskolában, és tanítani fogok ezután is. Így öröm, hogy itt van a Bencés Diák Szövetségünk és az alumni vezetősége, sok-sok egykori diákunk, a szülők, akik ránk bízták gyermekeiket. Itt vannak a kollégák, mostani diákjaink, közül a hetedikesek, akiknek osztálybencése vagyok. Ők a díszteremben, kivetítőn követik a liturgiát. Hálás vagyok a Jóistennek, a papságomért, a lehetőségért, hogy az Isten igéjével és szentségeivel erősíthetem testvéreimet. Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehet Maximilian Eichern, kiérdemesült lici mezéspüspök úr. Ő szentelt engem 1984-ben diákónussá, és indított el a papság felé vezető úton. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak, élükön az elnökkel és bíboros úrral, hálásak vagyunk a jelenlétük megtisztelő számukra. Területi apátságunk a Szentlélekben összegyűjtve részegyházat alkot, az ő jelenlétük elismerése ennek és támogatás számunkra. Hálás vagyok a Jóistennek azért, amit rendtársaim által kaptam, a főapátság minden szerzetesétől, ide számítva azokat is, akik már elhunytak. Számomra ez a monostor az otthon, a szerzetes közösség pedig a családom. Hálás vagyok nektek, hogy apáttá választottatok. Ezen a helyen köszönöm meg Ferenc pápának, hogy a konvent választását elfogadva kinevezett főapáttá és a területi apátság ordinóriusává. Ferenc pápa életpéldája és tanítása, amelyel Krisztus üzenetét hitelesen sugározza kortársaink és korunk társadalma felé, kiállva a rászoruló és a szegények mellett, mintaszerű, példaértékű számomra. Az egyetemes bencés rend prímás apátúrának, Gregori apátúrnak jelenléte és prédikációja, a Magyar Bencés Kongregáció szampaulói, tihanyi, győri monostorainak előjárói és szerzeteseinek a jelenléte, az osztrák, a német bencés apátúrak, atyák és testvérek, ciszterci és premontrei testvéreink, a magyarországi férfi és női szerzetes rendek előjárói és tagjai, közöttük tiszaújfalusi bencés nővéreink, az oblátus közösségek jelenléte, mind azt erősítik, hogy az egyházon belül egyetlen családhoz tartozunk, közös a küldetésünk. Végtelenül hálás vagyok a Jóistennek, Asztrik főapátúrért, az ő töretlen szerzetesi lelkületéért, apáti szolgálatáért. Személy szerint azért, hogy 27 éven keresztül közvetlen munkatársa és helyettese lehettem. Közösségünk nevében köszönöm meg az imádságát, a Magyar Bencés Kongregáció megújulásának munkálását, köszönöm bencés közösségünk útkeresése irányítását, ami még a 90-es évek legelején kezdődött. Valamint mindazt, amit a Pannonhalmi Főmonostor épületegyüttesének felújítása és intézményei felvirágoztatása érdekében tett. Köszönöm azt, hogy nagyszívű és lánglelkű atya volt hosszú éven át a közösségnek. Isten áldása, közösségünk és barátaink megbecsülése legyen a jutalmad. A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy piciny részét ideálisan rendezzük be. Nagyszerűnek tartjuk ezt a hivatást és küldetést. Isten keresésében, imádságban,
a Szentírást olvasva egy testvéri és otthonos közösség kialakítására törekszünk, és éljük szerzetes életünket. Plébániáknak viseljük lelkipásztori gondját, iskolákban tanítunk és szervezzük az oktatási feladatot, diákotthoni nevelőmunkát végzünk, a Szent Hegyen zarándokokat és turistákat fogadunk, kulturális feladatokat látunk el, az idősek otthonaiban rászorulókat gondozunk, és sok-sok kiváló munkatársunk segítségével végezzük mindezt, részt veszünk a környék gazdasági életében is. Itt köszönöm meg minden munkatársunknak szolgálatát, mindannyian számítunk rájuk a továbbiakban is. Isten akaratát teljesítve élünk a monostorban, egy olyan komplex folyamat részeseiként, amelyik az egész egyház és a társadalom számára egyaránt kívánatos. Büszkeséggel gondolok arra, hogy hazánk, népünk, a közélet jelenlévő képviselői értékelik szolgálatunkat. Mi pedig hálásak vagyunk szolgálatunkat, fejlesztéseinket lehetővé tevő támogatásukért. A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy piciny részét ideálisan rendezzük be. A mi életünknek a középpontjában ez a templom áll. Ez a Szent Márton tiszteletére szentelt ősi Géza nagyfejedelem és Szent István király által rendelt szentély, ahol lassan 1500 éve imádkozunk az ország boldogulásáért. Mindannyiótok életének a középpontjában is a templom áll, a tiétek, ahol ti imádkoztok, családotokért, hozzátartozóitokért, munkátokért, Isten országa kibontakozásáért. Itt találkozik a mi nagyszerű küldetésünk. Végül ezen monostor apátjának lenni annyit tesz, mondhatjuk Simon Weil nyomán, hogy a lélek indítatására vállalni az irányítás szolgálatát, annak minden terhét úgy, hogy eldobok minden ellensúlyt. Épp a lélek jelenléte miatt, és a ti támogató segítségtek az általatok ajándékozott bizalom miatt, kedves rendtársaim, munkatársaim és barátaink mindannyian, akik itt vagytok. A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be. Tegyük ezt továbbra is együtt. Az Isten óvjon és vezessen mindannyiunkat jó szándékú törekvésünkben. Ámen. Az áldás előtt szeretném még megköszönni mindazoknak áldozatos munkáját, akik hetek óta a mai nap megszervezésén dolgoztak, különösen is azoknak, akik most is szolgálatban vannak. Rendtársaimnak, a főapátság minden munkatársának, diákjainknak, a külsősöknek is. Ennek a csodálatos, szép napnak öröme legyen jutalmatok. A bazilikában lévőket arra kérem, hogy a Szent Mise után menjünk át a gimnázium tornacsarnokába, egy rövid találkozásra. A könyvtárban lévők pedig még ne induljanak el, mert az áldás után legelőször hozzájuk szeretnék menni. Végül az ordináriusok ilyenkor szokásos bejelentését szeretném megtenni. Ellenkező rendelkezésig minden rendtársamat és munkatársamat megerősítem hivatalában. Fogadjuk az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel!
Isten, aki az ő szolgálatának iskolájába hívott meg titeket, adja meg nektek, hogy akaratát tettekkel teljesítsétek. Amen. Erősítsen meg benneteket hivatásotokban, hogy Krisztus szeretetének semmit elébe ne tegyetek. Amen. Adja meg nektek az Isten, hogy Szent Benedek atyánk példáját követve, tanítása mellett mind halálig megmaradjatok, és így országának méltó részesei lehessetek. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindörökké. Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békébe. Istennek legyen hála. Thank you.